Kostás Farkas Györggyel beszélgetek, József Attila díjas költő, író, műfordító. Honnan érkeztél? A családodról, az indulásodról, ha mondanál néhány szót. Honnan indultam? Olyan mélyről és messziről, ahova vacogva megy le a fény. Mélyebb pontja a világnak nincs és nem volt és nem lesz. Most ha tessék elképzelni, egy szobakonyhába 11 gyerek. Olyan sokat éheztem, hogy szinte elszoktam az evésről. Na most ezt emberi elme Európába, ott tudja felfogni. Az én drága jó szüleim reggel a felkelő nappal keltek, és késő éjszaka feküdtek. Nagyon sokat dolgoztak, hogy minket tisztességesen fölneveljenek. Édesapám Váb Kovács, de mellett volt mindig a Szent Biblia. Azt nem mondom, hogy a pálinka nem volt, az is. De a Biblia ott volt a táskájában. És egyszer azt mesélte nekem, hogy megmentette sokszor. Kívülről tudta a Bibliát. És egyszer valami találat érhette, és ott volt a szíve fölött a belső zsebb a Biblia. Fronton? A fronton. És úgy menekült meg, hogy nem vitte át a golyó. Most ha az embert érik ilyenek, hát akkor ha akarja, ha nem. Hát ez isteni gondviselés. Megmaradt. Hát ezért kellett, hogy mindenkinek erről meséljen. Mondta nekünk gyerekkorunkban, hogy neki nincs más földi küldetése, csak az, hogy a Bibliát hirdesse, és ami benne van. És elmondta, és szerintem az egész falu nem csak hogy respektált, hanem értette is, hogy ő nem csak a cigányok, hogy az Isten szeretete nélkül nem lehet élni. És szeret bennünket az Isten. Hát én vagyok a példa, mondotta, volt édesapám. Hát ott volt a Biblia, és így maradtam meg. Hát azt tudni kell, meg biztos tudjátok, hogy én milyen vallásos családba születtem, és nálunk meghatározta a nap felkeltétől napnyugtáig az életünket az Isten. Jézus, a Mária, az majdnem minden mondatunkba beleszövik az emberek, hogy Istennel találnak. Hát Mária kultus majdnem azt mondanám, mert többször emlegetik a Máriát a cigányok, mint Jézust. De hát Istenként szokták Jézust emlegetni, ezért is volt furcsa mindig, hogy megkérdeztem édesapámat, idősebb testvéreimet, hogy erről úgy beszélsz, mint Mária fiáról, Jézusról. Hát igen, fiam, mert ő volt a gyermeke, hát Istennek Isten a gyermeke. Így magyarázta meg édesapám. És azóta is mindig az eszembe van, most már mondom a sok unokámnak is, hogy csak ez segített mindig rajtunk, mert az Istenbe bíztunk, az Isten mindig megsegített, az Isten mindig velünk volt. Szoktam mondani, hogy a vándorlásunk ideje alatt mindig őre számíthatunk, és mindig ő segített. Ezért, amikor a fényről beszélek, meg a szeretetről, akkor mindig ez a Máté evangélium jut eszembe. Hát higgyétek el, új kígyós, az iskolába élnek még a tanulók. Minden osztálytársammal tartom a kapcsolatot. Sok helyre jártam iskolába, sok helyen vannak osztálytársai. De az én legendás osztályom úgy szeretnek. Azóta már kikerült ezek közül rengeteg tudós, híres orvos professzorok vannak. De mikor találkozunk, úgy beszélgettünk, mint ott nagyon régen, az 50-es években úgy kígyósan. És ott nincs ilyen, hogy cigány vagy nem cigány, vagy magyar, vagy ott emberek vannak. Új kígyósan, ezek a dohánykertész parasztok, akiket betelepítettek. Az iskolában egyedül voltam cigány, hát a tanárátoknak is élnek még, kedvencük voltam. Azt mondja, a középiskolában tanított egy tanárnőm, Lázár Ilike, Békéscsaba, aki, hogy még a matekból is példamutató voltam. Még hát akkor már szerintem költő voltam, vagy nem tudom mi. Mert általános iskolás koromban megjelentek már napilapokban a verseim. Ki voltam téve a falusságra. Nekem erkölcsi kötelességem volt teljesíteni. Hogy jöttél rá arra, hogy költő vagy? Hát 10 éves voltam, amikor firkáltam egy verset. A falu szélik is. Házmet volt a temető. Írtam egy verset. És másnap voltam tolva mondás volt, Erdős Marika él még, hál' Istennek. Szóvá tette, hogy látjátok, gyerekek, dolgozatírás közben Farkas Gyurika irkál-firkál. Ilyenkor megint sikerül érzékeny, jönnöm. És felolvasta az osztályba. És mindig pontosan kell idéznem. Hát ezt már elmondtam 50 országban. A szemeiben könnyeket véltem fölvedezni. És azt kérdezte tőlem a tanár. De
De mondj, Gyurika, ők ezt a verset írtad, éhes voltál? Mert olyan rosszul. És Gedó Pali, osztálytársunk, negyedikbe jártam, 10 éves voltam. Emlékszik még a vers címére is. Akkor majdnem egyszerre zengt az osztály. Gyuri költő vagy. Na most nem tettek már. Nem tettek már, mert engem megajándékoztak, az egész osztály is egyszerre mondta, hát akkor költő lettem. És nem mozhatok szégyent a falumra, a népemre, a hazámra, az én kis nemzetemre. Költő vagyok, és azt szoktam mondani, mert te már említetted, József Attila díjas költő, meg büszke vagyok rá, minden díjamat esténként imáim előtt. Milyen díjak is vannak? Hú, ez nagyon nehéz. Hát tudnom kéne pedig. Hát, van költe. Budapesti díj, Nívó díj, József Attila díj, kisebb sekedi, mondtam már? Van Babér Koszorú. Egyszer mondtam egy, nem tudom már hol volt egy konferencia, nemzetközi holokausz konferencia volt, úgy emlékszem, Szabad Győr bácsi nyitotta meg, és azt mondtam, hogy hát olyan olcsón nem osztogatják a babért. És én úgy emlékszem, hogy rá egy vagy két évre kaptam egy babér koszorút. Azt nem tudom, hogy miért kaptam a költészeti, írói, tudományos fogadat, nem tudom, de a lényeg az, hogy babér koszorús költő vagyok. Petőfi meg Vörös Marti álmodozott ilyenekről valamikor valószínű, szüleimet illeti a dicsőség. És minden este imáim előtt emlékükre a lábuk elé helyezem ezeket a díjakat. De... Te 10 éves korodban rájöttél, hogy költő vagy az osztály segítségével. Igen. De az irodalom hogyan jött rá arra, hogy te költő vagy? 1967-ben találkoztam az Írók boltjában, mert nagy plakát hirdette, és elolvastam véletlenül, hogy Fodor András író-olvasó találkozója. És én elmentem. Krisztus születése után 1967-es esztendőben. És végighallgattam a nagymestert. Nagy emberekkel találkoztam pályafutás miatt az elmúlt 50 esztendőben. És volt egy pár kérdésem hozzá szünetbe. És odaadtam neki a verseimet. És attól perctől kezdve bejártam el az országot. Mindig vitt maga után. Kocsiba mentünk, és mindig ott ültem, és mindig mondtam neki verseket, és vittem az újabb verseket. És utána, egy nagyon nagy dolog, amit most fogok mondani, de olyan hosszú a sor, áldja megérte az Isten őket. Fodor András volt az első 67-ben, Gyurkovics, Mezei Bandi mindig eljött. Azt mondja, egyik konferencián, amikor ott volt is, verssel köszöntötte a konferenciát, Gyuri, én zsidó cigány vagyok. Ezek nagy dolgok. Vagy azt mondja, hogy Gyurkovics, vele is találkoztam a 70-es években. Szeretem a cigányokat. Égi, érő, hegedűiket. Szóval lényeg az, hogy azt sem tudom, miért onnan szeretem őket, de szeretem. Boldog 70-kedéseiket. Nagy ember volt Gyurkovics, és nagy költő volt. Vagy mondhatnám, hál' Istennek még közöttünk van nagyon fiatal, szép húgomat, Jókai Annát. Mindig azt mondja, el kell mennem közétek. El kell mondanom. Ő az ország élő lelkismerte. Vagy volt egy szünetár tanár úrnak egy édesapja. Szünetár Miklós ezt nem tudja, amit most elmesélek. Kórházban voltam valamikor, és ő volt ott a főnök. És minden hétvégén hazaengedett, azt mondta, alkotói szabadság. De hétfőn felolvasott, hogy mit írtál hétfőn. Milyen verset írtál. El kellett neki olvasni. Azt mondta, nagyon szeretném, ha a fiamat megismered. Ennek 30-40 éve. Áldott jó ember volt. Nem jött össze a fiával, megismerkedjek. Együtt voltunk sokat társaságban, de soha nem jött össze. Ezzel adósok vagyok a nagymesternek. Még van egy másik hegedűs Géza bátyám. Azt mondta, gyere, és mesélek neked. De mondok egy másikat. Együtt megálltunk a Vörös Marti téren 10-20-30-40 éven keresztül. Fejtő Feri bácsi, Faludi György, Gyurkovics, Jankovics, így, ez a nagy csapat. Sokszor ott volt Tőkés, meg Dunai. Most ezek az embereket találkozni, valaminek kötelezi az embert. Hát méltónak kellene hozzá? Szabad Gyuri bácsi, mikor azt mondja, hogy szeretlek. Ezt már elmondtam többször. Kik voltak még? Si
újságról lett van cigány, még újság kihordó se nagyon. És írtam egy pályázatot, novella pályázatból. És első díjat. Nyertem el, úgy emlékszem. És behivatott. Írt egy levelet, hivatott. Elmondom, milyen nagy ember volt. Amikor Acél elvtársal beszélgetett telefonon, Acél vigyázba állt, elmondta titkárnője. Amikor személyesen találkoztunk, akkora ember volt Sikorsi Norbert. Pallaszlap és könyvkiadó elnök vezérigazgató. Élethalál ura volt. Akkor egy pár volt Magyarországon, nem mondom ki a nevét. Oda jut az, ki fia borja vagy te, honnan jöttél, ki vagy te? Vezérigazgató. Akkor voltam 18 éve. Hát Ostás Farkas, György vagyok és Békés megye. De és itt van a novella. Első helyezést ért el. Ez a pályázat volt. Igen, vezérigazgató elvtárs. Na, akkor elkísérlek. Nem láttam életemben. Elkísér. Mondtam, viszont a börtönbe. Hát mert Barikas is megkorcolták, én is indexalt voltam. Most is, meg akkor is. Eljött. Következőben megint volt egy ilyen. És bátankodtam megint írni valamit. Képzeld el, véletlenül megint első helyezést érte a novellám. És akkor azt mondja nekem, következő. Akkor te újságíró kell, hogy legyél. Na de hát vezérigazgató elvtárs. De mindig bejártam hozzá havonta, két hetente, amikor tehettem. Ott volt abban, nem tudom milyen. Lenin körút 9-11-ben. Első emelt a sarki szoba. Újságra leszel? Na de... Elkezd olyan mondani, hogy szerettem volna, hogy én költő vagyok, hogy leszek. Ha nagy leszek, na. Beiratott engem mindenféle iskolába. Áldja meg a jó Isten. Úgy hiányzik, mint édesapám. De tovább mondom, csak egy mondat, hogy többen voltak az előszobájába, kedves Géza, mint a temetésén. És akkor elfelejtették. Az őt Moszkvába, ott vizet a Lomonoszovon, és azt mondták neki, valamelyik minisztérium. De újságíró szakon vizet, és akkor létrehoztak balaszlapkiadót. Siklósi Norbert, vagy Sertői Oszi, aki akkor volt a pártitkár személyzet is. Ezeket ma már nem tudják. Még én vagyok itt egy őskövület, már csak én emlékszem ezekre. Ő volt a személyzet is, és pártitkár. És olyan volt, mint a második apám. Ez a két ember nincs Budapesten. Én elsőjött. És ők mondták, írjál, jövő héten hoz be. A lényeg az, hogy gyakornok voltam. Újságban gyakornok. 70-es évek. És azt mondta Siklósi, jó, hát akkor ma van kedd, akkor jövő héten keddre hozd be ezt a három anyagot, le kell menni Zalaegerszegre, Békés Csabára meg Győrbe. Két napon vittem. Tél volt, vonattal mentem, és ott aludtam a várótermekben, ahol nem volt kája. De megcsináltam. Ezért kinevezett engem főmunkatársnak. Sokan szóvá is tették. Visszahallottam a következőt. Majd ha te is két napon teljesíted a három penzumot, te leszel a főszerkesztő. Mert szúrta a szemüket, hogy nem elég, hogy cigány, mert 20 éves, már főszerkesztő is. Hogy képzeljétek el. Na a lényeg az, hogy Siklósi volt ez, Csertőgoszi volt. De utána nagyon sok jó barát, tettem szert, és ezért hálás vagyok, csak valahogy nekem az nincs ínyemre, kedves Géza, hogy most a szívem bal oldalon ver, ezért tehát jobb oldalra húzok, vagy nem így szól a fáma, hanem azért, mert valamikor ismertem azt a barátomat, most el kell felejtenem, mert az élet úgy hozta meg, elsodorta, hát attól még tisztességes ember lett. Miért nem követelték meg, hogy belépj a pártba? Soha nem volt ez téma közöttünk, ma már valahol hogy az egyik vagy a másik szégyen. Most nem tudom melyik az egyik, melyik a másik, de nem tudok szebben fogalmazni. Soha. Sőt, azt mindig tudták, például ma is nagyon jól tudják, hogy Szabad György, Antal József, Jókai Anna. Hát ma már nem titkolom, elmondhatom. Azt is elmondanám, ha MSZNP tagja lettem volna. Én úgy látom, hogy van egy nagyon jó kapcsolatteremtő képességed, de ugyanakkor ezek a kapcsolatok a társadalmi szakadék fölött ívelnek át a cigányok és a nem cigányok között. Mit ismertél föl, honnan ismerted föl, hogy ezt csinálni kell? Mi hajtott? Nincs más út, kitárta Antal József. Nagyon sokan félre ismerték, zseni volt. Antal József zseni volt. Ő találta ki a máig élő egyetlen cigány újságnak a címét, hogy Közös út. Egy cigány alkotó, egy cigány költő, akinek nagyon fontos volt gyermekkorától, hogy közösség teremtő erő, kohéziós erő, emberi kapcsolat, egymásra találás,
egymásra vagyunk ítélve, vagy egymásra vagyunk utalva. Mindig éreztem, hogy csapatmunkás vagyok. Engem megölne, ahogy mondtam is már, a Demirezném reggel és este engem szeretnek. De ilyen emberek, mint, nem akarok kihagyni embereket, de nagyon sok ilyen jóságos ember van, akivel jó találkozni, ott folytatjuk, ha most találkozunk az utcán, ahol abban hagytuk ezelőtt 40 évvel. Vagy olyan emberek, akik egész életükkel példát mutattak. Nem tehettek mást, mint azt, hogy felkarolják. Egy pici példa. Sokat voltam Gyurkovicson a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Mindig maga mellé hivatott. De így volt ezzel Antal József is. Akkor mondta a miniszterelnök úr, mondtam a neveket, a minisztereket, meg az államtitkár. Mellé kellett üljek, ott ebédeltünk, és felem foglak, és mondta, hogy vannak a cigányaid. Azt mondta, te nyugodtan gyere, nyitva az ajtóm előtted. Miniszter volt. Szabad György, hogy bemettem, amíg akartam a parlamentbe, hogy Antal József. Ma már más szerek folynak. De csak azt akartam mondani, mindig azt mondta Gyurka, hogy gyere ide. Hogy véletlenül se érezzem azt, hogy azért, mert én cigány vagyok. De soha nem hangzott ez el. Nem azt mondta, hogy szeretlek. És gyere ide. És ott ültem. Így volt ezzel Siklós is, meg Csertői, meg Szabad Tanár úr. A mi nevünkhöz kötődik, fűződik a holokauszt konferencia. 14 országból érkeztek, 14 nyelven fogadalmat tettek, hogy soha többé nem fog előfordulni az, amit annak idén egy nagy huncut ember elkövetett a cigányok ellen. Szabad Gyuri bácsi eljött, édesetesen bevonult, fejet hajtott, megnyitotta az ő dörgedelmes hangján konferenciákat. Ott volt mindig pontba az országgyűlés elnöke, a miniszterelnök is. Ilyen embereket nem lehet nem szeretni. És mindig ott voltak, amikor baj volt. Mindig segítettek. Mindig odahívtak. Mint a testvérek lettünk volna. Hát ezért nem mentem haza Kalandvájból a cigánytelepre. Mert nem tudtam mit hagyni őket. Utánam nyúltak. Jöttek. Ott voltak. És mindig volt munkám. És mindig megkérdeztek. És érdekelte őket. Barikács együtt dolgoztam egy szerkesztőségbe. És küldött érte kocsit. Siklós. Hol van ma már? Hát fájt a lába, és nem tudott bejönni, és küldött, vagy kivitte a motoros szolgálta fizetését. Nem tudott bejönni érte. Hát tudták, hogy nem lógis lopja napot. Nem tudott bejönni, mit a beteg elvitték. Ma már nem is adnak. Nem, hogy kiküldjék a lakásodra a pénzt. Szemléletváltozásra van szükség, mert beteg az ország. Miért jöttem haza Angliából 1971-ben? Kint voltam, megbeszéltem, gyerekek, vártak engem, hogy én vezessem a Világ Cigány Szövetségét. Mondom, van egy barátom Magyarországon, Bönnár Gyurinak hívták, orvos volt. Hazajöttem, azt mondtam neki, röviden mondom, Géza. Na akkor Gyurikám, szedd össze magad, indulunk és Angliába fogunk élni, és van kész helyed, és nagy fizetés meg minden. Rám szólt háromszor, tavaly halt meg. Akkor a veszteség, mintha a testem halt volna meg. Gyurikám, elmondtad? Ahogy mondta, nem mertem megszólalni. Már másodperc. Dráma. Tessék, Gyurikám, azt kérdeztem, hogy elmondtad? Elmondtam. Na, akkor mind a ketten maradunk. 40 év múlva elmentem hozzá, újra, de hát minden évben elmentem 100-szor, meg 1000-szor, ott volt mindig. És mondom, Gyurikám, emlékszel? Igen, Gyurikám, beteg vagyok, de nem ezt akartam mondani, ha egyikünk meghal, mert öregek vagyunk, a lakást kisebbre kell cserélni, nem tudjuk kifizetni. Hogy miért mondom ezt? Azért, mert én 70-ben mondtam neki, menjünk ki, de nem voltam, amikor olyan csak Kalandvájból fiatal voltam, ide nekem az orosztát. És mondtam, maradjunk most. 40 év múlva azt mondta nekem, Gyuri, erről beszélgettünk. Azt mondtam neked, akkor maradunk mind a ketten. Ha most hívnál és 25 éves lennék, nem tudom mit mondanék. Bönnár György, az Amerikai úton volt főigazgató. Híres professzor, sebészprof. De hány ilyen van? Ezek a jóságos emberek mindig ott voltak. Hát így alakult az én életem. És ha még egyszer kezdeném, akkor se tudnám már mit csinálni. Hogy cigánynak születnék-e, ezt akartad kérdezni. Na várjál, hát ha nem lehetnék székely, akkor lennék cigány. Köszönöm az interjút.